Október 1-től változások lesznek a házi orvosi körzeteknél a gyermekszakrendelésben. A 8. számú körzet, amely a Rozgonyi út 5 szám alatt található, megszűnik az alacsony ellátotti létszám miatt, és 6 terület között osztják el ezt a részt. A döntés egy hosszú folyamat eredménye, amelyet az indította, hogy tavaly augusztus 1-ével Nagy Marietta doktornő nyugdíjba ment 40 év szolgálat után. Azóta a hozzátartozó körzetet helyettesítéssel látták el, magyarázta Stimecné György Bernadett, a Nagykanizsai Alapellátási Intézmény vezetője. Viszont az elmúlt 10 évben már látszott, hogy az ellátotti létszáma a körzetnek bőven átlag alatti, és évről évre egyre csökken, így ezért működtetése sem gazdaságos, illetve hát ugye a doktornőnek fél év állt rendelkezésre a körzet elidegenítésére, de ez a határidő eredménytelenül telt el, senki nem érdeklődött, így a körzetre kiadott praxisjog is megszűnt, illetve hát ugye a gyerekorvosok átlag életkora is 56 év. Mindezek tükrében az a konszenzusos megoldás született, hogy a körzetet felosztják, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy Nagykanizsán lesznek olyan gyerekek, akik ellátás, gyermekorvos nélkül maradnak, hangsúlyozta az intézményvezető. Azok a szülők, akiket ez a változás érint, két lehetőség közül választhatnak, vagy megkeresik azt a gyermekorvost, akinek az ellátási területéhez most hozzácsatolódott az adott utca. Ezek a gyermekorvosok kötelesek ellátni ezeket a gyerekeket, vagy pedig továbbra is érvényesül a szabad orvosválasztás lehetősége. Utóbbi esetben a választott gyermekorvossal kell felvenni a kapcsolatot, aki amennyiben elfogadja a gyermeket, intézni fogja a további dokumentációk kikérését. A felosztásba az első, a második, a harmadik, a hetedik, a tizedik és a 11-es számú körzeteket vonták be.